Sziasztok! A Crash Bandicoot, mint ahogy az a címben is látható első sorban, ugye a harmadik résznek a... igazából pontosan a mértani közepéig jutottunk el legutóbb. És... mint ahogyan azt már akkor is pedzegettem. Ez egyáltalán nem... ez egy ilyen 3 órás vállalkozás, hogy... a végére jussak. Ezért azt gondoltam, hogy így már a 2 game is bele fog férni, legalábbis remélem, hogy jók voltak a számításaim, és nem fog elcsúszni a dolog. Hiszen akkor így utána majd jövök még egy kis Jurassic World Evolution-nal. Mert ugyanak még jött az új DLC-je, és mivel rajta szeretem a Jurassic World, Jurassic Parkokat per Jurassic World-ot, így azt mindenképpen meg akartam nézni, mert amúgy meg jó sok órát belöltem abba a game-be, még akkor, amikor úgy friss volt. És tök jó egyébként, hogy azóta is folyamatosan jönnek ki hozzá DLC-k. Szóval, hello mindenki, én még... oh. Hogy veri? Azt figyel! Micsoda gép! Egyik best! Köszönöm szépen, Bence, a 21. hónapodat! Így kell megérkezni 2 évhez. Köszi szépen! Szép jó estét neked is! Így van, szeszerem a viccél. Még csak most vette észre, úgy néz ki. A tegnap... várjál, mikor volt meg? A tegnap itt törjöngtem. Na mindegy. Szóval igen, szálltam. Ez a szép jó estét, vettem egy új monitort, sikerült beüzemelni, erre kérdele ült, hogy sérült. Hát remélem, hogy van rá gari. Vagy bármi. Mert akkor azért ez kicserélik meg ilyen dolgok, még akkor is, hogyha esetleg használtam, vetted, mert érted? Hát ja. Akkor minden rendben, csak kellemetlen a dolog. Mit csinál ez itt közben? Csak kellemetlen a dolog, hát sajnos. Ilyen. Például csak befejezem a neocitrend, mert aztán itt elfelejtem. Csak a baj lesz vele. Mert valahogy kellene gyógyulni is. Ki az, aki meg van fáz most? Egyszerűen mindenki, komolyan. Tehát, hogy Vivi, ahogy kijött belőle, én úgy bele. Azzal a lendülettel, de hogy egyébként meg mindenki. Jön a 100%-ozás. Aha, ja. Persze. Hello, Tros voltam. Nem tudom, mennyi idő lenne 100%-ozni. Legalább annyi. Nem ott beírva a Crash. Ups. Köszi. 31-es pályát megcsináltad már? 31? Hát várjál már, nem 30 van. Tehát itt 20, 25. Ja, az a bónusz. Ez a bónusz pálya lenne? Amire gondolsz? Összesen 33 pálya van. Van 2 secret map. Yes. Na várj, akkor a 31. az nem secret. Vagy igen. Ha 2 secret van, nem. Hát de wait. Ha ezt megcsinálom, akkor tartok majd a 20-nál. Ha ezt megcsinálom, akkor tartok majd a 25-nél. És nincs a folyosó. Utána a TV, belemászok. Középen. Ó! Látom. Aha. Anyek. Tehát akkor 30 plusz a boss fight. A 31. Ha jól értem. Bármint, tehát, hogy ott lesz még a 30. és boss fight, lényegében meg a 31. a fő boss akkor. Vagy mi? Oké. Okay. És visszatért!
Újra ropja. Micsoda ütemek. Nagyon szépen köszönjük, Ricsi, a 28 hónapodat. Ezer év, komolyan mondom. Rengeteg, köszönöm szépen a támogatást, és köszönjük, hogy itt vagy ilyen aktívan, ilyen sok idő után is. Ez külön élmény. Ó, igen, van dupla ugrásunk. Hát ezt szerintem a játék végéig nem fogom megszokni. De próbálkozok vele. Milyen volt a napom? Most majdnem mondtam volna azt, hogy egyébként most... teljesen hibátlan és tökéletes napom volt. Ez matematikailag bizonyított. Húha. És aztán rájöttem, hogy mégse. Szóval... de egyébként minden rendben volt. Wow! Hajnali fél tízkor keltem, vagy mikor... vagy fél kilenckor... Aj, nem láttam a falon! És akkor zsavecsés. Hiszen Vivi ma vizsgázott. Ma volt az... Ma volt az utolsó vizsgája, és hát egészen sikeresnek lehet elkövetni. Szóval... vizsgai időszak Dán. Az első fél évre. Yeah, Vivit ünnepel mellettem, meg ilyenek, szóval... még nem javították ki neki ezt a mait, de... hát igazából... vagy 4-es vagy 5-ös. Így ez a kettő, és ez nem az a fajta... Halló? Amikor így bemész, és... és 5-ös lesz, aztán így 1-es. Ez nem az a fajta... megérzés. Szóval az után, meg aztán én is megcsináltam, amit meg kellett. Alapzaton párjukat begipszeltem, hogy a hajzat kiengyenlítő ne folyjon el benne. Majd. Ez furcsa. Na várj. Ezt már megint majdnem benyaltam. Akkor most fel lehet monopolizni. Amúgy igen. Szóval az úgy megtörtént. Készen állunk a holnapi hajzat kiegyenlítés a boldival. Aztán el is mentünk parkettákat nézni. Bót is leakciózva, pont olyan, ami nekünk kell, szóval full happy a dolog. Ja, innen is üdvözlöm a Diego-ban dolgozó srácot, hogyha esetleg így jobban is követ engem Twitch-en, valószínűleg YouTube-ról is vert engem, de minden esetre közi szépen, hogy jó fején odajöttél, és így kérdezi, hogy milyen szobában lesz a parkett? Hát most mit mondjak, stúdióba? Hát akkor hülyének fog nézni, milyen stúdióba? Hálószobába. És akkor mondja, hogy véletlenül sem egy stúdióba? És így mondom, hogy... de... és így mondja, hogy jó, oké. Csak mert, hogy felismert, és így... wow. Na várjál. Lehet valahogy... lopakodni, vagy... aha, az ideig így oké. Okay. Szóval, ja, tök jó fej volt. És... ne hápeljél, de ez itt valahogy nem tudok rájönni, hogy most mit akart tőlem a játék. Mindezt megelőzően, ugye én már nagyjából egy hónapja, két hónapja voltam benne a T-Mobile-nál vecsésen, és érdeklődtem arról, hogy az internetbekötés az ugyanis működik, és akkor ugye megbeszéltem, hogy mi kell, ugye ezres lett, köszönöm szépen. Meg... amikor megállok, akkor lehet, hogy az a baj. Tehát egy ezres lett, köszönöm szépen, meg... igazából ami így még hozzátartozik esetleg. És akkor így...
minden okés volt, csak pedig nem volt nálam valami papír, ami kellett, szóval arról volt szó, hogy majd visszajövök. Hát most mentem vissza, mert ugye most volt aktuális, hogy egyetlen legyen net. És akkor kaptam egy ilyen ajánlatot, amire rá volt írva, hogy ezes netek, mit tudom én, és akkor már csak be kell pöttyögni a néninek, aztán egy ilyen röpke másfél óra alatt kész is leszünk. És... Már egy pillanatot. De még ez a nitró is ott van, ez. Ennyi lett volna? Mit szarakodtam? Nem tudom, én azt hittem, hogy van ennek valami. És... Bemegyek, hát nem az volt, aki legutóbb is volt, de... Nagyon egyszerű volt, adottam a papíromat is. Kész. És akkor így megy a dolog. Írogatja az adatokat, meg ilyenek, minden rendben van, és akkor így kérdezi, hogy azt megbeszéltük, hogy ugye milyen kábel lesz. És akkor mondom, hát... Az úgy nem. És akkor így mondja, hogy hát ugye a coax kábel lesz, és akkor azon fog így jönni, és akkor nézek, hogy az üveg száll, és akkor... És akkor így néz rám, hogy... De nem, mert az utcátokban nincs benne az üveg száll. És így nézzük, micsoda? És így mondja, hogy attól még maradhat az ezres, az nem baj, csak ezer helyett 20-od fog jönni. Állok, hogy... Hát azt mondta, hogy olyan lesz, és így mondja, hogy hát én nem nézett utána részletesebben, de csak ilyen van, és így... Hát mondom, érted, vecsés. Budapest elővárosa, Rikóéknál is az van, és vecsési, tehát hogy üvegszál, mondottam, mi ne lenne? Érted, full easy, bár itt írsán és van a világ végén, akkor mindenhol lesz, és így mondja, hogy nem, hát itt csak a régi fakábel van. Ó, mondom, nem hiszem el, hogy visszamegyünk a pokol legmélyebb bugyraiba, ahonnan végre kijöttünk. Hát de itt nem arról van szó, Rikó, legalábbis legjobb tudomásom szerint, hogy milyen szolgáltatónál vagy, mert bármelyik szolgáltatónál vagy, ugyanazon a kábelen jön be a net. Tehát, hogyha az utcában nincsen üvegszál, akkor az tök mindegy, hogy melyik szolgáltatónál vagy. Tehát, hogy ha az üvegszálba jön az utcába, akkor mindegyik szolgáltatónál lesz. Vagy rosszul tudom? Külön vannak. Micsoda? Hogy micsoda? Hát mert én ezt tökre így tudtam. Eddig. Mert itt ír sem full így van. Legalábbis én úgy tudom, hogy így van. Hát akkor ezt nem jól tudom. Baszki. Még a telószámla mindenképpen a T-home-nál van. Szóval... Így kedvezmény kapok rá. És akkor... basz. Na mindegy. Utána... hát én már majdnem elástam ott magamat. Hát mondom, hát ha ez van, akkor ez van. Most mit csinálj? Ha nincs benne, akkor nincs benne. Kérdezem, hogy és egyébként... van valami kilátás le, hogy majd legyen. És mondja, hogy folyamatosan fejlesztenek, szóval így igazából teljes mértékben lehetséges, hogy ez majd egy idővel meg lesz. Csak nem tudja, hogy mikor, majd így időnként megéri bemennem érdeklődni, hogy egyébként hogy áll a dolog. És jó van. Egyszer csak, itt is írsár egyszer eljött a megváltás. Akkor már gondolkodok, hogy fog én streamelni 25 megabittel. Tehát így hogy? Mert nem 25 jön, hanem 25 megabit percek. És akkor így... Utána így nézi, és így mondja, hogy... Ja, hogy bár egész vecsésen fejlesztések voltak, és... Ez így nagyjából 10 perc után...
És így mondja, hogy akkor nem 25 lesz. Kérdem tudni szét. Ha nem 25 lesz, hanem 200. Jó, mondom, jaj. Az tök jó. Mit csinált a brikó, de nem akar. Csak ilyen. Így van, Drazsolta. És akkor így a 200-nak így... Hát nem tudtam őszintén örülni, maradjunk annyiba. Tehát így belegondoltam, hogy egy VOD, mivel ugye két kártba töltöm föl őket, most is felmegy egy óra alatt. És ezt ugye az ezeres netbiet tudom megcsinálni, hála az égnek. Most hogyha nem leszek, ezt hogy fogom megcsinálni, meg ilyenek, de... Ez 200-zal cumi lesz. Ezt lássuk be. A streamben nem lesz semmi gond az égvilágon. Csak nem tehetem majd meg azt, hogy... kezdőzene... elején kezdem el letölteni az aktuális játékot, és mire vége a zenének már... már meg vagyunk. Hát ez van. És mit lehet csinálni? Kíváncsi vagyok, mennyi fog majd jönni, mert előtte meg így gondolkodtam, hogy hát... milyen menő, hogy ilyen közel leszek majd a Pesthez. Ott általában jobb a ping, vagy mit tudom én. Vajon mennyi lesz majd így a... mennyivel fogok jobbat mérni, mint itt írsel? Hát... persze, Bence, ilyen hivatalos... mi a fos? Ilyen hivatalos árusító hely leszek. Vecsési savanyúság. What is this? Úristen, ez a War Thunder! Hát hogy megy? Ez a legújabb frissítés. Nem is tudtam, hogy már készen vannak vele. Hogy lő? Egy igazi vadászpilóta. Bár nagyon sokat gyakoroltam ám. Mindenki csak úgy zuhan lefelé. Remélem elfogynak egyszer, mert nem akkor... bajba vagyok. Még felhillel. Elfogynak egyszer a kis repülők, amik támadnak engem. Mondjátok már azt, hogy igen. Meg akkor itt rendesen így kéne felszedni az összes dobozt? Nem. Nem. Ez valahogy... sejtettem. Már nem, mint hogy olyan nehéz lenne őket kilőni, csak... szívesebben repkednék úgy. Na várjál, ha a lufit találom el, akkor nem töri szét a dobozt? Akarom mondani. Ugye ezt mondom, az úgyis ér. Na, ugye ez történt. Habár... na várjál. Szóval ez így... nem ért kellemesed. Mert én full abban a tudatban voltam, hogy az ott úgy ezres lesz, már csak azért is be úgy beszéltem a sráccal. Ó, ott volt a gyémánt. De hát vagy húzunk át Rikótól valami. Ezzel ezres kábelt. Ez jó lesz. Kicsit max rá kell erősíteni. A pár kilométerre. Hát... fura. Mennyedig ez a csókolom? Hát igen. Csak miután már megkötötted a szerződést, azt a... nem a legmegfelelőbb pillanat a szolgáltatóváltásra az amikor megkötötted a szerződést éppen aznap. De már nem mindegy, ha nem lenne körülményesebb azután, miután bekötötték. De... hogy ez milyen már. De... így kapok kedvezményt a telefonszámlámra, szóval... Megéri. Ha nagyon gáz lesz, akkor váltok. Akkor adjon meg, de először próbáljuk meg így. Azért nem szar az a 200, csak jöjjön az a 200. Ha jön az a 200, akkor elégedett leszek vele. Mert itt olyan volt, hogyha... Well,
So back off or be deleted. Aha. Végül stabil is lehet. Mert hogy így itt írsán olyan volt, hogy... Hogy 10-et füzettünk elő, és ha így nagy ritkán véletlenül elérte a 10-et, akkor is ledobott a net, mert annyira túlterhelődött a rendszer. Ha ott ilyen nem lesz, akkor egyébként... Oh boy, de szépen megfejeltem. Elég creepy egy feje volt. Ebdorra fel lehet, hogy félrejtető, de ez a játékzene az nem jogsértő. Meg ezt nem is én nyomtam be Spotify-ról, amelyik most szól, ez játékzene, szóval most nem tudom berakni azt, amit kérte. Jujjjjj! Vagy el kéne találni a doboz elsőre. Ez az. Na mindegy, kíváncsi vagyok. Ezt majd megtudjuk. Hát, ha minden jól megy, akkor jövő héten. Mert egyébként azt mondta, hogy így hétfő, kedd, melyik lenne a jó, és így mondom, hát... Vigyunk. Minél előbb, délelőtt. Maradjunk ennyibe. Így mondta, hogy oké, majd hívnak. Mondjuk telóról még nem tudom, majd megnézni, csak ott lesz a gép, de... Igazából minden jó, megy jövő héten ott lesz a gép is. De az nagyon jó kell mennie, de... Na. Mert egyébként a parketta meg kiválasztva, tudod, hogy ez bács meg kell venni. Én felsírtam, milyen árrések vannak parketta és parketta között. Jó, igaz, hogy centi vastagságok azért, na. Ott vannak, de... Ez mondjuk nem szar ár. Jó, Mariko, hagyja. Majd... Mi? Szar. Jó, Mariko, tudom, hogy már UPC-nél dolgozó valószínűleg, azért küldözgeted itt a ajánlásokat. Kapod a jutalékot. Vagy kettőnet lesz bekötve hozzád. Egyébként megfordult ez most így a fejembe. Mert amúgy lehet, hogy úgy olcsóbban jönnék ki, azt vágod? Tehát, hogy van egy T-home, mondjuk azt lefokozom, arról kapok kedvezményt a telefonszámlámra, aztán bekötök egy, és abban benne van a TV is, aztán beköttetek egy UPC csak netet, és lehet, hogy végül jobb vagyok. Na mindegy, ez majd még a jövő kérdése. Mi nem UPC-t küldtél? Hogy mi van? Ja, digit küldtél! Bocs. Nem tudom, mi volt fejemben a UPC. Jó, digi. Szóval, igen, digi. Az összes UPC meg cseréljétek le digire, és akkor jó lesz. Ja. Na mindegy, szóval értették a lényeget. Checkpoint, na de várjál, hol vagyok? Amúgy. Arra, mintha elhagytam volna a dobozokat, de hát... Én már azt se vágom, hogy merre megyek.
Igazából ez az a pálya, ami a... De nem is lehet hova tenni. Ugye, csónak kázgatsz. A négy életet is ott hagytad? Vagy mi? De mintha ez visszavezetne oda. Mert itt van a pálya vége. Igen, itt van a pálya vége. Ez négy élet nem lett volna szar. Na várja, teló levette. Neked van former badge-ed. Mi van itt? Benne volt az első 20. Anyakát. Vagy VR-ben ne? Ó, komolyan. Azt hittem itt is volt visszafele. Hát akkor rip négy élet. Hát ilyen jó ember vagy te Levente, nem is. Nem emlékszem én ilyenekre. Ó, banyag, be se kapcsoltam a hype train-t. Azt sem tudom még, hogy működik. Feri küldte nekem, hogy van valami új cumó. Igen. Itt Twitch chaten. Nem más, mint a Hype Train. Sokatok által ismert lehet. Ezt Hype vonat, ott is van. Ezt be szokták kapcsolni. Így ilyen stream widgetként. És akkor a képernyőn van, és ha jól tudom, ha elindul mondjuk ilyen egymás után csírelés, akkor beindul valami train, ami újraindul, hogyha valami, igen. Ez egy ilyen alap, szuper nehéz szint célok, az... Válasz ki a nehézséget a hype céljaidhoz. Ezt beállítjuk könnyűre. Várakozási idő 2 óra. Jó, hogy a hype vonatok között eltelő. Aha. Hát mit tudom én, a 2 óra az egyébként nem rossz. Támogatási események. Mondjuk 3, na. Figyelj, először legyünk földhöz ragadtak, szóval hogy elméletileg 5 percen belül elindul. 5 percen belül 3 csírre beindul a hype vonat, vagy valami hasonló? Nem tudom, hogy működik, még soha nem. Nem kapcsoltam be widgetként se. Nem tudom, nem gondoltam úgy, hogy... ilyen... releváns lenne, vagy mit tudom én, hogy mondjam. Nem láttam benne túl sok fantáziát, de hogyha már berakta maga a Twitch, akkor legalább annyival megtisztelem, kipróbálom. Most kapcsoltam be. Elméletileg ez így be is kapcsolt, de hogy... ez így instant működik, vagy nem. Meg amúgy... elméletek szerintem az alapból be van kapcsolva, vagy... What? What? Milyen volt? Jött a hype-vonatos... megszólalása. Úristen bónusz, nagyon szépen köszönöm. Az 1000 csírt. Wow. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatást. És a bajusz neked is köszi szépen a 10-est. Tehát igen, be volt kapcsolva, alapból 6-ra volt állítva, hogy 6 csír vagy bármi történik egy chatbe 5 percen belül. Most letarítottam a 3-ra, nem tudom, hogy ez a 3 ez aktiválódik-e? Hát szerintem megvan a 3, Jesus bónusz! Nem tudom, hogy 3 különböző ember, vagy... vagy egy ember is kétszer számít, vagy valami, nem tudom. De azt a rohadt, mehet a pog, így is van, így is van. Tök jól néz ki, hogy repül ki. Bónusz, nagyon szépen köszönöm, ott van az első hely! Geri tegnap húzta be az első helyet, nem is akárhogy. Ugyanegy ilyen 1100-as brutál sírrel, te meg most így folytatod. Köszönöm szépen, bónusz!
És Gerinek még el is felejtettem megköszönni, amilyen gyökér vagyok. Hát elaktiválódott, pedig ez 3 volt, akárhogy számolom, szóval nem tudom. Ez minden szóva. De lehet, hogy különböző ember, nem tudom. Nem tudom. Hát igen. Ja. Igen. Hadrik, hogy 10-est már ne legyél már így, hogy lássuk, hogy 3 ember kell, 3 különböző ember kell hozzá, vagy valami. Vagy van valami? No. Ilyen kedves ember. Na várja, nézem. Tartalmaznak legalább 100 bit értékű szurkolást. Így írja a szabályzat. Jó van akkor. Akkor igazából, tehát bónusznak most volt 2-je, és akkor... Maybe... Tehát egy 100, nem tudom, hogy most akkor egy embertől ér-e, vagy nem, de... De közítra Zsolt a 10-est. Közben pont kiderült, hogy akkor 100 a minimum, ami triggereli ezt a dolgot. Ezt nem láttam. Na mindegy, majd... És akkor hogy utána mi történik, ezt nem tudom, de valami biztosan. Elvileg így kijön a... De miért rak annyit az egész? Hát ennyi. Azt hiszem kijön valami a chatnek a tetején. Ó, banyek, ebben jóba leestem. Hello Adrinak a tesója. Ó! Oh! Rico jobban akar engem direkt triggerelni, mint a rendőrnéni. Jézusom. Ez már szerintem rá is tartozik, Rico. Sajnálom, de... Száb is onnan van. Ó, ja, hogy szábok is trigger. Na várj, miről? Szerintem a száb is ugyanilyen. Igen, amúgy, ha elolvasnám, akkor lenne a legjobb. Na, szóval. Úristen, Trazsol, te köszi szépen a 100-ast! Semmi nem történt. De, akkor mi van? Új. Köszi szépen, Drazsolt, a függetlenül támogatást. Köszi. Szóval, válasz ki, hány támogatás eseményre kerüljön sor egy 5 perces időszakban egy hype vonat elindításához. A támogatási események tartalmazhatnak legalább 100 bit értékű szurkolást, bármilyen fokozatú előfizetést és bármilyen ajándék előfizetést. Támogatási események száma 3 darabra van most beállítva. Ez 3-25-ig lehet húzni. Akkor szint célok válsz ki a nehézséget hype céljaithoz. A magasabb nehézségű fokozatok több támogatási teljesítésre szükséges. Gondoskodj róla, hogy a nehézsége vonat következő szintre lökésére ösztönöző nézőket anélkül, hogy gyors vereséget szenvednének. Na és én azért raktam egyes szintre. Ó, értem. Ez a mai menő. Ez amúgy menő. Így végig is röviden tömören ennyi a dolog.
De, ja, hát nem tudom, hogy most így az 5 perc meg volt, vagy nem. Hát nem tudom, szerintem Treasure-t benne volt bonusztán az 5 perc, szóval lehet, hogy különböző ember kell. I don't know. Ez király, kíváncsi leszek majd, hogy sikerül-e valamikor triggerelni. Biztos vagyok benne, hogy majd valamikor sikerülni fog, csak nem tudom, hogy... Szép volt. Csak... ja. Hát a tipi streamers donate-en kívül igen. De akkor ez is egy jó kérdés, hogy 3-as száv bomba, akkor az vajon triggereli? Érted? Mert az 3 aktivitás. De nem tudom, lehet, hogy most még nem állt 3-ra. Mert alapbeállításom valami 5-ön volt, azt hiszem. És ugye... Lehet, hogy még nem füssült be, hogy átállítottam. Na várjál! Tehát egy dupla ugrás, majd pörgés. Oké, ez így világos. És... Majd rá... Kivilágosodik valamikor, amikor... Látjuk élesben is a dolgot. Mert bónuszok a gift spam, nagyon szépen köszönöm, bónusz a gift subot, de sajnos még ez sem. Triggerelte. És ráállni! Ó, célzottan ráállni. Úristen! Kösz, igen? Aha. Valami ilyesmi. Lenne a megoldás. Egyébként. De lejrikó. Eddig még nem is látta. Jó, hogy itt vagy. És szólsz a kimélekről. Én ebben nem tettek igazságot, Bajusz, sajnos. Hát ez nem egy könnyű jam, basszus. Na jó, 3 próbálkozás. És utána menjünk tovább. Eladó ugyanitt alapító. Szia. Más se adja be. Mert biztos, hogy valahogy így utána vissza kellene esni. És utána úgy visszaugrön még egyszer. De várjál! Azt hiszem, tehát ha így ugrok duplát, akkor még jobb? Ó, ez egy kicsit jobb volt, de meg is tudok annak a tetejére felugrani. Csak annyi, hogy így több időm van. Mert a guggolás az nem érte a falon. Ha duplán ugrok, akkor ekkora. Ha googolásból duplát ugrok, akkor egy picit nagyobb. Jó. Jó.
Banyeg, de közel volt, Jézus. Plusz egy ráadás. Ez annyira közel volt, hogy nem mondjatom. Hova pörög ilyen? Te akkor kiütöm a doboz. Pörögve átmegy. Ja várj, itt van a folyamatos pörgés. Ja folyam... Ja tényleg, be tudom nyomkodni. Oh, ezt tökre elfelejtettem. Hogy ilyen is van. Banyek, hát ez egy fucking repülőgép. Ja, hogy ez ilyet is tud. Hát jó van akkor. Jobb később, mint soha. Hát ez mi? Egy dolog is sokáig repül, de nem volt szó, hogy... Kura. Túl sok kóra, az biztos. Jó, kösz, mert... Ezzel nem tudom, hogy mi baj történt most. Azt kéne végre fölni a pályát. Igen. Rossz volt a sorrend. Az a baj a dupla ugrásnál tökre megáll. Ugye a lendülete. Gépfegyver, de egészen jó lenne. Na ripa, mangó. De megáll a lendülete. Most ez miért nem volt jó? Én nagyon pörögtem. Jó. Vagy már itt bepörgetett és az volt a baj? Lehet. Hol hagytam el ennyi dobozt? Jajaja. Az volt a tippem nekem is, hogy ott már a pörgetőben elpörögtünk egy párat. Fölöslegesen. 20. pálya. Bele kell rázod. Eloy mi? Hoppa, Scarabeus. Átrepüljük. Na jó, azért nem kéne most már mindent átrepülni. Aha. Miért volt olyan emlékem, hogy tud úszni? Vagy csak reménykedtem benne? Ja, itt meg... Jó. Már Levit is idegesíti. Hoppá. Hogy jobb volt? Ez furcsa. Valahogy úgy kellene, hogy TNT-n állni. Hm.
Nem adott kupont. Mi a szar? Rico, tudsz adni kupont? Akarom mondani. Oly, az a baj mindig. Ja. Ja, mindig azt használjuk. De várjál már, ez nem jó. Ez ráugrok, mielőtt feljön a vízszint, aztán pedig annak a tetejéről átrepülök oda a mangókhoz. Vagy csak simán elfutok odáig. Igazából simán el is lehet odáig futni, jó. jó halad, de. Ez elküldje a Burger King-es alkalmazásokat egy két. Menj már fel! Nincs kupont, nincs barát. Ez milyen állat? Jó. Ez könnyebb volt, mint gondoltam. Kösz szépen, Rico. Ja, ne már, ne csak nekem küldjél már kupont. Na. Nem Ricsinek is. Nem szép dolog, ha az ember itt ilyen irigy. Ez 50-ben, persze. A kupolok sokkal jobb. Benne van a... kihívás. Hogy a legolcsóbb. What? Oda egészen pontosan. Hogy is megyek fel? Oh, nice. Jó, egy pillanatra leblokkoltam. Az is igaz, Rico. Hát... ha az 50-et nézzük, akkor nem annyira biztos amúgy. Attól függ mi? A túrós tészta az talán. Ha nem adtam túl sok időt. Mi az, hogy Dávidnak? Nem is értem ezt a feltételezést. Vagy ezt a hangsúlyt. Hát. Ez is igaz. Mit csinálok, mit csinálok, mit csinálok? Ne! Ó, egy igazi helikopter! És még a halálpálya is megvan, hogy a VR-ba. Kötelem el a sütő. Amúgy.
eléggé... Ó, menjek. Rám csipódott volna. Ne! Tegnap úgy jöttem a gázt főzés után és mentem aludni. Levitt állat. De még élek. Krisztál meg ott. Hát ezt nem hiszem el, hogy ez ott maradt. Na de várjál már. Akkor nincsen... Tehát kettő vége van ennek a pályának? Anya szólt másnap. Másnap, hogy megy a gáz. Mármint a sütő. Gondolom égett, tehát nem csak a gáz ment, hanem már a... Ez egy... Tük. Most ez még nem repült? Nem zártam el teljesen, csak picit. Ja, akkor takarékon ment. Gondolom. Jó, mondjuk egyébként már velem is volt ilyen. Egyszer. Talán még streameltem is alatta. Előtte csináltam valami rántottát, de az... Ha mondjuk végül is miért ne lehetett volna másnap, amikor észreveszem. Ez egy beismerő vallomás. Mire kell zárni? Ja, úgyis megíted. Hello, Tóás. Elvileg Ricsi átírta a játékot Crash-re. A halálpályán only nitrós láda van. Nyomtam a dupla ugrást. Ja, a crash van megadva. Frissítened kell. Egységozni. Hoppá. Egyébként egy ségót az... Búbolj. Azt hittem a sima ugrás elég, mert nem megy lefelé, amikor nyomkodom a pörgést. A beígértlan. Ja.
Anyám. Szerintem még a szomszédok is emlékeznek arra gyönyörű szép napra, amikor Levi itt volt lanozni PUBG-t. Olyan neked üvöltözött néha. Amikor hozzád vegtem az üveget, volt ilyen? Nem is emlékszem rá. Ó, bajusz, tényleg, olyan is volt. Diego srácos mondta, hogy írja alá neki a katalógust. Diego-s katalógus, hogy már valamit akkor. De hát nem tudtam ott. De nem is tudtam volna. De mondta, hogy hogy ha már nem írsz nekem alá semmit, akkor már legalább vigyél egy kategóra. Persze. Jó, hát mert nem merte beismerni, hogy kér egy aláírást a pocakjára. Csak tagadta. Mindenki aláírás kér, aki pedzigeti, Max nem meri mondani. Csak úgy nem pedzegeti. Ne, légy ide! Jó lesz az úgy, majd oda képzeljük. Nem tudom, ez a pörgős repülés nekem valahogy nem jön át. És pontosan mikor megy lefelé, mikor nem megy lefelé. Mindenképpen bejössz. Jó, szóval most már megvan a kristály is, amiért egyébként játszik a játékot. Jó pénzé várvit. Hogy nem fullad meg? Hát nem már. Ott mi volt oda fönt az a... Oh. Amúgy ja. Nem szeretek ott hagyni ennyi mangót, de nem ér annyit, hogy visszamenjek érte a vízbe. Hát ez jó akció volt. Ajaj. Hú, már láttam a becsapódást. Hogy ide lazán átrepülhettem volna. Psz.
Jaj, anyám. Egy darab. Egy darab. De jó. Hagrid, az a baj, hogy elolvastad az apró betűs részt. Ez elég csak akkor rakok be, hogyha... Amúgy is van jók sértőzene. Szóval ezt majd csak bepótolni tudom. Most nem, mert akkor... Megszegszed a YouTube. Aztán... Ez jogsértő lenne? Mindjárt megnézzük. Ó, mondjuk ez... Micsoda. Talán nem. Jó, oké, ez benyom, ez valóban nem jogsértő. Legalábbis szerintem, aztán mégis itt a lelkeden száren. Vállalod ezt a kockázatot. Hova lő a keze, ezt egyébként nem tudom. A világba. És ez... Amúgy, hogy... Amikor teszi le? Aha, értem. Meg amíg... Aha, feltölti. Vagy mit csinál vele? Hát az életem bossza volt egyébként. Jó. Ráadásul még csak... Úha! Alá! Hát ez... Baszki, második fész! Ó, hogy szakadjon meg! Mi ez itt előttem, ez a... Ajaj. Ugye arra, hogy ilyen sátalakulás volt egyébként. Nem tudom. Power Range, ez olyasmi. Egyszerűen egy ilyen fész 3. The fire fruit at the target. LT and B. Tudok mangót dobálni. It's funny how history repeats itself. Yet again, engine has failed to defeat you. What? For this we must destroy you! Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So, the end is in sight. Gather another 5 crystals, and again you will have foiled my plan. Or will you? Lódra mentem. Ups. Na mindig. Mikor X game? Nem tudom az eredeti mikori, de ugye ez a remaster, ez pár éves. Hát .
annyira időben nem állok túl jól, szóval lehet a bónuszpályákat addig hanyagolom, amíg nincsen nagyon nagy szükségem HP farmolásra. Mi vagy? Mi? Hát egyértelmű lett volna, hogy átugrok alatta. Ó, annak kellett volna neki dobni a... a fruitot, maybe. Mi a szar? Hát ez azért nem szar. Ezzel már lehet... még mozgó platformokon egy kicsit nehezebb, de... ez egy too easy a game. Biztos, hogy lesz olyan, aki majd... erre... immun is lesz, de... hát na. Ez azért nem hagyhattam itt. Azért mégis. Túl rossz lett volna. Ez egy rage game-e? Hát... what? Ó, Dávid, idióta. Jó, megvan. Banyeg! Te buta vagyok. Nem tudom. Néha direkt akar idegesíteni ez a játék, szóval. Esetleg mondom Rage Game-nek, de nem kifejezetten az. Ez egy jó game. Ügyességén. Na. És az ott... what? Az ott úgy hogy, hogyha utána már ott van a lift? Lehet, hogy ez egy nitró lesz majd később. Mert itt meg már elliftezünk, vagy lehet, hogy van lift visszafele is. Azért később kell majd visszajönni. Jó, akkor... hagyjuk. Mondjuk... még így is fel tudok neki ugrani, nem? Hogy kiütöttem a... az alsó cumót. Amire feldobott eddig. Kilövöd. Ja tényleg, hát így most már... ó, hát hagyjuk már! Hát ez itt kajak túl könnyű lett. Hát mi? Hát most is, bam! Érted? Ó, itt úgy érzem, hogy különböző sorrendben kell rálépni bizonyos dolgokra, és oda-vissza kell rohangászni a mapon egy másfél órán keresztül. Akkor most már tök mindegy. Érted, ezt is kilövi az ember, hát... oké. Okay. Végtelen ammó? Ja, konkrétan végtelen ammó. Ez épízi. Hát, hogy a halálmapon lett volna az a doboz megjelenítő. Végül is. Nem is lehetetlen.
ezt a fegyvert én maximum bónuszpálya. Volt bónuszpálya? Én nem láttam bónuszpályát. By the way. Jó, akkor... Hát igen, ez így kifejezetten nehezem. De hol? Jó, akkor a bónuszpályát... Nála sem szedem ezt az összeset. Nem, mert különösen nagyon indokolt. Hát mert ez itt a halálpálya. Ő még ezelőtt volt? Ezelőtt, vissza. Jó. Ja. Ó, akkor várjál. Tudod mit? Most ez a bónusz pálya, ez most előző. Majd legközelebb. Ez a sláda már szerintem így se úgy se lesz meg, szóval. Szóval tök mindegy. Kell hozzá a green. Oh. Jó, először még azt kell hozzá. Kaják nem vettem észre. Hello, Kata. Jöve. Ha egy kérdés volt Zalán, akkor így. Jaj, ne. Jaj, ne. Ilyenkül belőlük lehet puskázni, hogy merre mennek. Jaj! Wow. Hát szépen puskáztam. Ne engedd el, ne engedd el! Ah! Nem baj. Jó, hogy tükrötök, beülök mellé. Jaj, de jó, hogy bejön elém, jaj, de jó. Hát lehet, hogy okosabbak ezek a rendőrök, mint néha a GTA-ban. Ez jó volt az rakva. Olyan milyen hosszú még a pálya? Jó, végül is rá lehet érezni ezek a rendőr. Örökre. A legrosszabb, hogy a... Az AI versenyzők mellett nem is ugyanakkor fogsz elmenni. A pálya az mindig fix, de ők ugye... Hol itt, hol ott... Aaa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 
tudom de pontosan be pattintani. Vágod. Nem baj. Most már tudom a mapot. Pedig meg lett volna, meg lett volna. Ez ugrat, hogy gyorsít rajtam, Rico, vagy csak optikailag tűnik úgy. Ne! Uaj.
Nem gyorsít. Oké, okay, szóval akkor az ugratóra nem éri meg rámenni, mert nem. Tehát, hogy azért gyorsan mennyi, azért semmiképpen. Ő is ugratni fog a bal oldalán. Jaj. Uha, szinte rosszabbul állok, mint az előbb. Elég szomorú. Végre is volt lent. Az se. Nem, úgy nem állok rosszabbul. Komolyan nagyon jobb ellenállás ez a rendőrség, mint a GTA-ban. Jó, akkor most még jobban tudom a pályát. Az, hogy néha ugratnak, néha nem ugratnak, és így olyan nehéz kitalálni, hogy merre fog menni. Ne! A rendőr meg olyan gyorsan megindul. Meg elég az egyik végpontnál van, és már... Meg mindig nincs itt restart. Még bejön lenne. Egy csillagos kerezés. Ja. Na, ez most így jó. Negyedik hely. Jaj! He! Az se volt szó arra, hogy erre az oldalra kerüled. De jó volt. Mennyit száguldottunk. Na végre. Gyerünk! Ezt nem hiszem el. Eskürem, direkt csinálom. Nem tudom, összezavarodtam. Ott azért én átvittem volna, ha lendület lettem volna. Ez a kanyar, ez nagyon nem jó. Riku, hogyan tudok restartolni? Nem lehet? Nem mondjad már. Help me. Kilépek meg vissza. Time trial-be tudsz. Ja tényleg, ezt már mondtuk múltkor is.
akkor itt megérné ezt széttörni előttem. Annyira könnyű. Nem létező íveket osztálnak. Hát tényleg jó. Jó, ez nem volt életem köre. Az a baj, Rico, hogy én minőségi versenyzős játékokhoz vagyok szokva azt. Úgy mozog a motor alattam, mint valami... Fuldokló lúde. Majdnem olyan hülye az AI, mint a... Olyan hülyén vezet az AI, mint Forma 1-be. Nézd a menő textúrát. Ja. What? Ezt hogy került ide? Ez eddig is itt volt. Jó, ezek a gyorsítások. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ez király volt. Lehet amúgy itt már a kátyúk is bozogtak, mint a rendőrautók. Én nem tudom, nem igyeztem meg. Hú. Flaming Passion. Na már megint Aladdin. Az előző Aladdin is pont annyi kezdődött. De hogy izzettem? Ó. Oh. Már ott voltam. Hé, ha becsúszok, akkor nem. Üti ki moveset közbe. Volt már olyan ellen, ami meghalt. Úgyhogy támadt és becsúsztam. Jó. Valamit innom kell, mert...
Még szerencsére repülve jöttem. Türelmesnek kell lenni, ennyi a játék titka. Semmit. Ott is lesz egy jó kis tűz. Jó lesz ez. Már meg is kapom a kristályt? Milyen kedves. Nem tudom, mely csak az egyik irányba magdalózik, de ő így gondolja, hogy arról fognak jönni. Még jó gondolja. What? Ja igen, mert mindig az első checkpointtól kezdtem, ezért megvan a halálpálya. I don't know, már megvan a kis tej, szóval végül is miért nem. Jobb kérdés, inkább miért? És tényleg. Szerintem azt hagyjuk. Nem is tudom, hogy most meg fogom kapni egyáltalán még egyszer. Hogy nem sikerült felugranom. Ja, az meg hát ki kell, kinek kell. Valamikor rövidebb pály is, tehát most ki tudja. Nem tudom, nem tudom. Valami nem stimmel ezekkel a kardosokkal. Nem kell takarítani. Ja, ma pont szőnyeget is néztünk, szóval ne lehet majd ilyen önkirázót. Veszünk mi is. Az a baj, tök jó, hogy tele van a... tele vagyok most már ilyen mindenféle képességgel, csak... néha már azt sem tudom, hogy melyiket válasszam aktuálisan, hogy mi lenne a jó. Milyen szőnyeget? Az a... az milyen? Elvég Vivinek olyannyi van, de... és abban mi a... és ez mitől az? Vagy... ez szőrös szőnyeg? Ez menő? Hát de...
Abban annyi van, mint az állat, hogy nem lehet kapni. Azzal van tele minden. De hogy egyed ott mintát. Azt is full elfelejtettem, hogy van izé lövő. Majd néha. És akkor ezzel már nitrót is ki lehet lőni, hogy a végén nincsen berobbantó. Egy figyelmeztetésetek már, amikor itt teljesen elkezdem ignorálni ezt az eszközt amúgy. Hát amikor a gyerek beszél, akkor nagyon sokat beszél. Ez már csak ilyen. Szerintem annyi lesz majd a Jurassic Parkból ma, hogy így belépünk és megmutatom a menüt. Vagy valami a soldó. Olyan meg, hogy egyébként van hozzá a DLC és akkor így végeztünk, maradjunk annyiba. Úgyhogy már szerintem akkor is éjfél lesz. Igazából ki hitte volna, hogy ott felrobbanak. De Zsuzsó így egyre jobban kezd annak tűnni. Monoriát? Ja. Félig, utána meg benyomom az automatikus befejezést, és úgy a legjobb. Én úgy gondolom, hogy a készítők elkapkodták ennek a megérkező animációnak a hosszát. Én tökre szívesen megnézném, hogy még így visszakanyarodik a platform. És így megkerüli a házat kétszer, és utána száll le. Meg úgy visszarepül az elejére is. Felé is. Ez így olyan összecsapott és rövid. Hello, kakek. A kedvencem, amikor először mindig flottulom egy bizonyos pályarészt, hanem még egyszer újra kell kezdeni valami más ér, és teljesen szép is. Nem. Jó, igen, tehát egy... Hogy lehet valaki annyira gyökér, hogy ide rak direkt egy ilyet, hogy beleugorja? Hát igen, néha... Direkt utál a játék. Azt a... Állahaton nem tudom... Ki... Nem. Visszafele gyors az animáció, legalább. Basszus. De legalább meg lesz minden doboz most ezen a pályán. Holy moly. Erről most, hogy elhatároztam, hogy... Nem koncentrálok rá annyira. Igen, egy órányi kávé osztogatás. Azért már ott a végére egy kicsikét tompulnak az amúgy kedves és jó dolgok. Vannak ilyen időszakok, amikor így lehet egy kicsit lábat lógatni?
Remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of ebédszüneten kívül. Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Úristen, nem tudod elképzelni, mennyire dangerous enemy. Oh, ez az. Ma kb. Fél óra volt, ha? Hát igen. Végül is van. Ó. Ja, a propellert kell kiderni. Talán ezeket a HP-s dolgokat nem mindig a legjobb kör lövöm ki. 80% HP-nál, amikor Chigo-ba kilőttél egyet 30-es tárból és rátározol. Ezt kibajom. Csak telzik a tár. Ez az. Ez egy bűn lenne nem ki lőni az összes dobozt. Már ilyen full easy. Na, hát de ő nem este szokott streamelni. Jó, egy sajt. Ah. A jó pántúrni. Az nem lehet szar. Akkor komolyan veszi a dolgot. Ez nem csak ilyen hébe-hóba streamel, meg mit tudom én. Érted? Valami legyen már. De akkor lelkiismeretesen tolja, ez jó. Hol van még doboz? Csak én nem látom. Már 70 plusz. Nice. Valaki lehet doboz vala? És sehol. Hogy? Miért csinálja már? Ha már kilőttem mindent, legalább legyen értelme. Úgy néz ki, nem nagyon lesz. Egy szemdoboz sincs sehol. Készítés is bejössz? De megkaptam. Na. Akkor bagóból lesz egy jó autó. Ez csak jó lett, bajusz, király. Hello, kecske. Igen. Na, 25. pálya, azért csak adunk. Valamit. Miért voice chat-en beszéltél? Ó,
Ó, nice! Ezt meg kell hallgatni. Kage angolul kommunikál, angol streambe, angol mindenkivel. Erre kíváncsi vagyok. Na, de hát akkor figyelj! Úristen, Dávid! Ja. Akkor ott vannak a fangirlök, ez jó. Figyelj. Be lehet építkezni. Nyilván nem a fiúk mondták az akcentusodra, hogy cuki. Azt, arrohat. Ezt kagének mondtam, Mivi. Vagy jó volt a fangirlöm, mint... Ahány életem ebbe a játékba, 6. Vagy még annyi sem. Na tényleg, fegyver. Aztán neki kéne. Nem tudom, miért nem lövöm ki. Jó. Halványod a fingem sincs. A harmadik része a játéknak, amivel játszok is. Köze nem volt semmilyen fegyverhez, csak ugrálni tudtál és kész. Most meg hirtelen tudsz lövődözni, mint egy vadállat. Ez maga a teljes káosz. Igazából. Én nullra vezetek ellene. Akkor leütetted szegényt. Még átérzem, mert engem meg Age of-ba ültettél, szóval. Milyen szép világos van itt. Bazeg! Dead. Oh, meg sem. Ez az. What? Ez az megsebzett engem be. Na lehet, hogy most egyet kettőt kiadjuk, mert Gyucsi nem tudja így beadni általában elsőre az összes ládát, szóval... Most nem feltétlenül fogok vele. Foglalkozni. Hűha. Valószínűleg nem voltam. Legjobb. Rá találta ki ezeket a... sötét pályákat. Mi? De nem akar valamiért hassal beleugrani ezekbe a részekbe, és nem értem miért egyszerűen. Vágod? Nem hassal, vágod. Föld fölött simán megcsinálja. De egy jó grossz gombot rohadjak meg. Nézd meg!
De... Vagy duplógrásban nem bír hasalni? Nem bír duplógrásból hasalni? És ez pedig miért nem botta el a játék? Ennek mi a logikája? Anyám... Akkor megvan a hiba. Jézusom. Adott egy pár mangót. Legalább plusz egy életfixem. Hőha. Ez az. Még fal is. Azt hittem a krokodil bekapta. Kristályt. Az egy nitro robbantó? Igen, az az. Egy láda. Ott volt egy lyuk. A cél előtt. Na jó, ez tényleg egy részgém. Ez a játék gyűlölt téged. És azt akarja, hogy... ideges legyen. Pedig én eddig bíztam benne. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchman. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious. But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do... Érdekes. Jó. Nyilván a boss fight. Nem, Rico, sajnos ez... ez nem fog beleférni az időben. Szerződésembe se állt benne, szóval. Milyen érdekes, itt most nincsen bárhol indítható sacsá. Miért is lenne, vágod? Csak kilőjem a boss két lövésből, hát ez túl könnyű lenne. Ó, banyek. Hát ez későn indultam megfelé. Wow.
Ezt majdnem benyaltam. Ja, hogy közben az a jó és a rossz maszk, akik verekednek, most esik le. Aha. És igen, közben úgy kell a főbosszal játszadozni. Erzőző. 1v1. Vagy látom, eddig nem mennek túl jól. Ez az. Persze, pot mindig ott, ahol állok. Én is így gondoltam. Ó, igen. Faster cipő. Druna Faster. Ez az. Gyorsabban meg tudok úgy halni. Azért maradt nyitva, hogy le kelljen ugrani? Mert ott van a vége. Ezt most nem bírom feldolgozni. Nem jelent meg semmi gömb, nem történt semmi. Gondoltam, akkor csak az lehet, hogy oda lemenni, ami az egyetlen tovább útnak tűnik. Vágod. Itt várok, várok, ma felvettem a cipőt is. Elolvastam, hogy mire jó. Nem tették semmi. Hát akkor csak arra kell menni. És én annyi idő alatt, Ricsi, úgy gondoltam, hogy semmi másik út nem jött szóba. Türelmetlen voltam, és gondoltam, hogy az lesz a megoldás. Úristen, én nem... Darabokra hullottam belül. Já, úgyis túl gyors volt. Hát ezen nem tudom, mikor fogok túl lépni. Úristen. Mit küldött? Hehehehehehe.
Csak Ricsi, nem nyom a shiftet. Nem 100%-ra viszem. Nincs az a... Nincs. Nincs. Semmi nincs. Hogy én a streambe megcsináljam 100%-ra. Esetleg off-stream. Mikor... Tehát ilyen félórás szakaszokba. Nagyon ritkán ellenni vele. Pusztulj be vele a lugba, he! Na most már ezt is tudjuk. Egy egészen jó úton haladtam. Egy győzelem ez, Ricsi. Jaj, a köpkövezés. Úristen. Régi szép emlékek. Meg a varázsló pár bajok. És hát a sok. Asszorod. Persze még állj rá. Egy, kettő, ez minimum 2 másodperc volt, de lehet, hogy egyébként 3 is, hogyha pontosan mérjük. Ebbe mindenki belesételt volna ebbe a hibába. A legyőzhetetlenül, Ricsi. Jég kell a fejére. Azt a minden. Várja már, ez kredit. A vége. Kész van. Ilyen 30 pálya, meg mit tudom én. Oh! De a sztorinak vége van, hát azok a bónusz pályák, ezeket még meg is kéne találni, gondolom. Na várjál, hagyd nézzem. Bi. A kredit készen van. Nem bírok lemenni. Nem működik. Ez nem így van. Az már nem hivatalos. Van még sztori. Jó, 100%-nál gondolom. Hát de most még azt sem tudom, hogy Ricsi vége van-e.
Kevés a százalék. Hát sajnálom. 41 százalék. 99-nél. Úristen. Ez kellett így a végére. Ez nagyon kellett. Na. Hát ja, ez ilyen volt. Hivatalosan is Rage Game, meg ilyenek, de amúgy meg tök kellemes. Meg tök jól el lehet vele lenni. Csak vannak benne fájdalmas részek. Nagyon fájdalmasak. És rohadt nehéz részek is, de hát erről van szó. Ilyennek kell lennie. Kőrészben ment az évefem. Hát így ezzel a játékkal végeztem. Ma nem raktam ki sztorit, úristen. Még most már erről ne is majd a Jurassic-ra. Így akkor végül is az egész játéknek is. Így a főszálnak vége. Meg a másik kettőnek is. Hát jó régen volt már mondjuk a másik kettő. Az első volt szerintem a legnehezebb, de ez igazából több minden is múlik, mert az első, hogyha belejön az ember, akkor ugye már nyilván a kettő egy kicsikét könnyebb. Kellnek az új mechanikai jellemek, hogy azok esetleg megtartsák egy kicsikét ugyanazt a nehézséget. Nem tudom, mindegyikben voltak idegörlő dolgok, mindegyikben voltak nehézségek. Szerintem egészen balanszolt volt ilyen szempontból. Itt már jöttek be ilyen random dolgok, hogy motorozás, meg hajó motorcsónakozás, itt azért látszott, hogy nem nagyon tudják hova izgalmasítani a dolgot, attól fogja, nem volt vele baj, csak ez így látszódott. És akkor Crash Bandicoot game nem is lett azóta, tehát hogy ilyen Crash. Tehát Crash 4. Itt le is zárták amúgy a sztorit, vagy nem, mint hogyha akkor a sztori lenne. De a három. Ja, várjál már, mert... Ami a negyedik. Ja, igen. Aha. És az, hogy nem kezdett bele ebbe a... remastered bizébe, az annyira nem sikerült, vagy... másodat a fejlesztő eladták, vagy mi történt? Így van, a megötted a főbossz, ne ugorít el, nem? Neked is, Ichi. És akkor a negyedikbe zárták le a sztorit? Vagy ezt csak tervezték? Én nem tudom, talán ne kérdezzétek. Az biztos, hogy... itt már nagyon nincs mit lezárni. Mindig vissza tért a gonosz, aztán ennyire volt szó. Aha. Attól függetlenül ez, mint remaster szerintem... ha a remaster részét nézzük, bár nem játszottam az eredeti game-mel, de láttam róla ugye videókat, meg talán nagyon keveset játszottam vele, de most vagyok biztos. Hát ez az igazából perfekt, szóval még ilyeneket sokat. Mint ugye Spyro-ból is elkészült, ami ugyanúgy nagyon tetszik nekem, és azzal is csak nagyon keveset játszottam, de tök szívesen végigvinném. Szóval majd lehet, hogy valamikor várható lesz Spyro. Nem tudom, az így... vagy kinek van meg, egy plusz a csetbe, akinek, aki anno spyrozott, meg szerette. Szigye főleg a... én úgy vettem észre, hogy a lányok szerették a spyrót. De amúgy meg egy... hát nyilván, egy cuki sárkány, egy bésztel, ez így felé könnyebben nyitott talán, mint egy... Crash Bandicoot. De én tök jól el voltam vele. PSP-m. Nagyon sokat nyomtam. Na, nem Monopoly, hanem ahogy a színben is van. Akkor a Jurassic World-nek szeretném megnézni az új DLC-jét. Szóval... ja. Szó
vissza, átírok mindent. És régében ez arról szól, mondjuk nem tudom, hogy miért a Crash Bandicootnak a menébe mondva. Köszi szépen, Rico, hogy elgifted nekem a gémet. Igazi öröm volt végigvinni. Aztán majd a magányos esteimen 100%-ozgatom. Vagy nem, de amúgy teljesen rendben van, csak a mai összes agysejt tartalékomat megölte kétszer is. Ez alatt a két óra alatt, szóval teljesen rottyom vagyok.